Fontos eseménnyel kezdődött a strand szezon Miskolcon. Május 1-én átadták az újjáépített 50 méteres medencét és a korszerűbb kiszolgáló épületet a Selyemréti strandon. Krisz Ákos úgy fogalmazott, Miskolc mára újra fürdőváros lett, ahol a sportolóknak és a kikapcsolódni vágyóknak is minden lehetőség adott. A beruházás csaknem 2 milliárd forintba került. Miskolcon a jövő városát is építik. Nem csak felújították, hanem teljesen újjáépítették a Selyemréti strandfürdő 50 méteres medencéjét, ami már a versenysport céljára és az utánpótlás tornák megrendezésére is alkalmas. A beruházás azért is fontos, mert a miskolci felnőtt vízilabda csapat markáns szerepet tölt be az élvonalban, mondta a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Egyre több játékost igazolnak le, és egyre több fiatal választja a vízilabdát, ezért a vízfelületek is kellenek. Tehát ez egy nagy öröm számomra, hogy még egy ekkora medencével gazdagabb lett Miskolc városa, és ezáltal az egyetemes magyar vízilabda is. Ezek a legszebb, legboldogabb pillanatai a munkám során, amikor egy ilyen új vagy megújult sportlétesítmény avatásán vehetek részt. Hasonló pillanatokban az elmúlt években bőven volt része a sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak. Sárfalvi Péter elmondta, az utóbbi évtizedek legnagyobb volumenű sportinfrastruktúra fejlesztése zajlik Magyarországon. Miskolc nagyon jó partner, itt is az utóbbi években nagyon sok ilyen létesítmény épült, ugye tavaly adták át a stadiont, és most itt állunk egy gyönyörű szép 50-es medence mellett, ami példaértékű. Miskolc polgármesterek köszöntőjében visszautalt a 9 évvel ezelőtti állapotokra is. Egy holdbéli táj fogadott akkor minket itt a Selyemréti, a villanytelepi strand helyén. Ez az egyetlen medence működött úgy, ahogy, de ez is talán több vizet fogyasztott, mint amennyit beletöltöttünk. Ezt követően 2012-ben a Selyemréti strandfürdőt csaknem 1 milliárd forintból újították fel. Nem csak a medence új, eltűnt a korábbi légtartásos sátor, a helyére merevvázas szerkezet épült. Korszerűbb lett a főépület is, új öltözőket alakítottak ki. A sportolók és a vendégek mostantól külön helyiségekben öltözhetnek. Most már elmondhatjuk azt, hogy a helyi sportolóknak tulajdonképpen megvan mindenütt a lehetőség a sportolásra, illetve a szabadidő sportolóknak, a kikapcsolódni vágyóknak is megvan a lehetősége, tehát egy komplex fejlesztési rendszernek több elemét már teljesítettük, és még van néhány, amelyet a jövőben fogunk teljesíteni, de egyértelműen elmondhatjuk, hogy Miskolc most már újra fürdőváros lett, ami régen is volt. Krisz Ákos hozzátette, a fejlesztés egy társadalmi összefogás eredménye. A beruházás sikerét a Van Hoa Borsodkem ZRT és a Sega Hungary Kft. Kiemelt TAU támogatása tette lehetővé. A Van Hoa Borsodkem ZRT mintegy 1,2 milliárd forinttal járult hozzá a felújításhoz. Vegyipari vállalatként a Van Hoa Borsodkem támogatási politikájának egy kiemelten fontos fejezete a vállalaton belül és kívül is az egészséges életmód népszerűsítése és a tömegsport támogatása. A Sega Hungary Kft. Pedig 150 millió forint támogatást nyújtott. Cégünk egy nagyon fontos munkaadó a régióban. Mi itt élünk és itt dolgozunk, emiatt egyértelmű, hogy támogatjuk a város fejlődését. Különösen fontos a sport és az utánpótlás nevelése. Számunkra ők jelentik a jövőt. A teljes beruházás 1,7 milliárd forintba került. A 30%-os önerőt Miskolc önkormányzata biztosította. A labdabedobás után az utánpótláskorú vízilabdázók birtokba is vették a medencét. Az ünnepség után az egész strand várta a fürdőzőket. A hűvös idő ellenére többen már a nyitás után úszták a hosszakat. Az öltöző is teljesen átalakult, meg kell még szokni a medencét is, de szerintem fog tetszeni a miskolciaknak. Tetszik, jó. Nagyon vártam, hogy végre megnyíljon. Hiányzott a fél év, amit kihagytam az úszásból. A felújított főépületben a felújított öltözőkön kívül lávaköves finn szauna és fogadóterek várják a vendégeket. A Selyemréti strandfürdő korszerűsítése tavaly november 2-án kezdődött, mostanra pedig a régió egyik legkorszerűbb és legszebb strandfürdőjévé vált.